Jó, figyelj! És tessék! Izgalmas forgatáson járunk az Olimpiai Sportparkban. TV-film készül Egressy Zoltán színdarabjából a Győri Nemzeti Színház művészeivel Szűcs Gábor rendezésében. A Nemzeti Filmintézet tavaly indította útjára azt a támogatási programot, melyre a hazai színházak korábbi, illetve aktuális produkcióikkal pályázhattak. A kiválasztott teátrumok a profi filmes cégekkel közösen forgatják a színdarabokból készülő TV-filmeket. Örömmel vettük, hogy mi is megkaptuk erre az engedélyt, Győri Nemzeti Színház, és arra gondoltam, hogy amit annó rendeztem 2010-ben a Egressynek a Kék-kék-kék című darabja, nem egy ilyen cirkuszi, vándor cirkuszi társulatot szól, jól mutatna a tévé. És ami nagyon-nagyon jó dolog, hogy a város is azért mellénk állt, a polgármester úr is, hiszen itt a csarnokban forgathattunk le nyári képeket, és fantasztikus, hogy pont úgy néz ki a tévén, mint hogyha júliusban forgatnánk. Dr. Dézsi Csaba András polgármester is meglátogatta a helyszínt, a filmforgatást a győri városvezetés nagy örömmel támogatta. A készülők Kék-kék-kék című produkció Győröt játszódik, és megjelenik benne városunk 750 éves évfordulója is. A városvezetőt ruhapróbára is hívták, ugyanis az orvost alakítja a készülő győri tévéfilmben. Nem árulok el titkot, ezzel remélem, hogy és talán nem lesz meglepő, hogy egy orvos néhány mondatát fogom elmondani, ami rendkívüli megtiszteltetés és öröm számomra, hiszen filmben még így nem szerepeltem. Úgyhogy érdekes dolog ez a polgármesterség, mert számos olyan helyzetet hoz számomra, amit megmondom őszintén élvezek, és örülök neki, hogy így is kipróbálhatom magam. Bár úgy gondolom, hogy ez a 23. alabárdosnak a szerepe nagyjából a filmben, de mégiscsak egy győri film, egy győri szereplőkkel. A tévés produkció jó hírünket viszi az országban, az itt alkotó művészeknek ez nagy lehetőség. Minden színésznek fontos, hogy jelen legyen a média világában, erre most a legtöbb lehetőséget a streaming és a tematikus csatornák adják a mozi mellett. A Győri Színház az egyik legnagyobb az országban. Az itt dolgozó színészek egyébként is talán jobban is szokva vannak ahhoz, hogy olyan produkciók születnek, amik nagy formátumúak, hiszen nagy színpaduk van, komoly nagy produkciókat csinálnak, musicaleket, nagy díszletbe, sok mozgással, filmes betétekkel. Nekem többször volt lehetőségem Győrbe premiéren látni a produkciókat, úgyhogy az is, én tudtam, hogy hova jövök, tudtam, hogy kikkel fogok együtt dolgozni. A Nemzeti Filmintézet tavaly indította el saját előfizetéses csatornáját, ahol felújított régi, illetve mostani magyar filmeket mutatnak be. Itt debütál majd a tervek szerint ősszel a Kék-kék-kék című győri produkció.